Esti sétára invitálták stábunkat a Panaszláda nevű civil csoportosulás tagjai. Egy debreceni példát követve ugyanis remélik, hogy jelenlétük a késő éjszakai órákban visszatartja majd a fiatalokat a rendbontástól. Tehát akkor ma is úgy megyünk, mint ahogy a múlt héten az első alkalommal, hogy gyakorlatilag a Luther utca, Arany János, Bányász és a Szélfák Haja 4-es vagy a négyzeté belül a belső oldalon ott, ahol a sötétebb rész van, illetve a játszótereket fogjuk körbenézni. Ezzel a kis rövid eligazítással kezdődött a péntek esti séta. Még március elején alakult meg a legnagyobb közösségi portálon a Panaszláda. A csoport minden hajdú szobosztói számára nyitott. Céljuk a város lakóinak érdekképviselete, és megoldást találni az őket érintő gondokra, problémákra. Az elmúlt időszakban az oldalon több hozzászólás történt az ügyben, hogy a Luther, Bányász, Szilfák Halja, Arany János utcák által határolt terület belső részén, elsősorban péntek és szombat esténként nagyon sok fiatal bújik meg a sötétben. Alkoholt fogyasztanak, hangoskodnak, és nem utolsó sorban szemetelnek. Ahogy látják, kedves nézőink, itt a játszótér szomszédságában cigarettacsikkek, sörös dobozok, chipses zacskók vannak szerte széjjel, pedig a kuka nem is lenne olyan messze, itt látható mögöttem körülbelül 3 lépésre tőlem. Mi úgy gondoltuk, hogy nagyon rossz szóhasználattal élve egy lakótelepi őrséget és járőrözést hajtunk végre. Ezt átminősítettük egészségügyi sétálni, mert nem szeretnénk félreértést. Tehát mi nem egy rendvédelmi szerv vagyunk, mi egy Facebook csoport vagyunk, akik segíteni szeretnének másoknak. És ezt az egészségügyi sétát mi megtettük, immáron második alkalommal. Múlt héten szombaton volt az első alkalom, és valóban azt tapasztaltuk, hogy fiatalok, egy olyan 12 és 16 év közötti korosztály, olyan éjfél környékén erősen leittasodva hangoskodnak. Mi ennek felszámolására szeretnénk olyan kísérletet tenni, hogy mi itt megmutatjuk magunkat, amennyiben kérjük őket, hogy csendesebben vigadjanak, amennyiben ez nem történik meg, akkor természetesen a rendőrségnek, tehát az illetékes szerveknek szólunk. Hangsúlyozom, hogy semmiféle fajta rendészeti dolgot mi nem hajtunk végre, a törvényes kereteken belül próbálunk meg nem rendet teremteni, hanem tenni azért, hogy csendesebb legyen itt ez a környék. Zoltán a Bányász utcában lakik. Szem és fültanúja a fiatalok hétvégi dorbézolásainak. Az elsők között volt, aki jelezte részvételi szándékát a sétákon. Egyelőre csak hétvégén este 10 és hajnali 1 óra között járőröznek, de a vakáció beköszöntével akár minden este. Ahogy hallom egyébként az idősebb lakóktól, ugyebár vagy olyan családos emberektől kisgyerek van, hogy inkább ezek a hangoskodások, az egész esti zajok, a dobozdobálás, ugyebár itt van a játszótér, nem tudják lehozni a gyereket nyugodtan játszani, ugyanis tőle van dobozokkal, chipszerzacskókkal, flakonokkal, az, hogy itt hajnal 1-2-kor még ordibálnak, az nagyon sok idős embert zavar. Én fiatal vagyok, személy szerint engem is zavar, ugyanis nagyon sokszor reggel dolgozom, így bár éjszaka szeretnék én is aludni, de nagyon sok idős embertől hallom, akár hölgyektől, uraktól vissza azt, hogy az este folyamán nagyon sokszor hallják ezeket a zajokat, és ez zavarja őket abban, hogy tudjanak pihenni. Vélhetően a szemerkélő esőnek tudható be, hogy az este viszonylag csendes volt. A csoport tagjai azonban nem tétlenkedtek, összeszedték a szemetet, és felhívták stábunk figyelmét a környék állapotára. Az egyik kandelláber hónapok óta nem világít, a fiatalok által letört fagaly szintén hetek óta ott van. Valaki már félrehajtotta, mert zavarta a közlekedésben. Vagy például ugyanazok az emberek, akik munkahelyről jönnek, vagy például iskolába, de decemberi ilyenkor haza, azért van, akinek tegyük fel, ez egy közelebbi útvonal, és azért nem szívesen járkálnak szerintem egy ilyen sötét helyen, ugyebár félve attól, bármilyen támadásra picitán séri őket. Ezért is érdemes lenne egyébként például ezeket a berendezéseket megjavítani, ugyanis itt a parkot tegyük fel világosabbá tenni, ezáltal egy-két fát úgymond rendbe tartani,
levágással, némi gajazással, ami nem egy nagy munka, úgymond. A csoport tagjai felvették a kapcsolatot a rendőrséggel és a polgárőrséggel, mindkét szervezet támogatja a kezdeményezést. A csoport kéri, hogy akinek van kedve a hétvégi sétához, s ideje is engedi, az jelezze feléjük.